És repüljenek velünk, dőljenek hátra kényelmesen, innentől elég, ha csak úgy rendesen néznek. A kecskeméti reptéren egyébként most már közel sincs ilyen jó idő, mint ezen a nyári felvételen. Most bármikor havazni kezdhet. Sőt, a budapesti hősök terén már le is hullott a hó. Ári Gyula őrnagy, akit tavaly Angliában a világ legjobb vadászpilótájának választottak. Háló! Bűvészünk egyébként arra vállalkozott, hogy Vári őrnagy 03-as számú MiG-29-esét levarázsolja a hősök terére. A pilóta igencsak csodálkozna, ha ez így történne. 800 órát repültem még körülbelül úgy életemben, hát ez 1000 fölött van már bőven. Tehát körülbelül egy kettőszorzó, 1600-2000 fölszállás. És akkor 2000 fölszállás után hányszor szállt le a hősök terén? Eddig még egyszer sem. Egyetlen egyszer sem. Le lehet szállni egy ilyen géppel oda egyébként? Nem tudom. Szerintem a Dózsa György útra le lehet, mert a hősök terére nem tudom. De mondjuk a Dózsa György úton nagy forgalom van, magára igen, a térre. Is. Nem igen hiszem. Használói szerint a MiG-29-es szupergép, legalábbis részben. Erőben például veri a nyugati típusokat. Harcászati elektronikája viszont erősen oroszos. Azaz, klasszikus kergetőzős légiharcban az orosz MiG magyar pilótával verhetetlen. Ha persze sor kerül egyáltalán ilyenre. Mert ahogy a pilóták mondják, ők még észre sem veszik az orosz műszereken az ellenséges gép közeledését, mikor az már réges-régen szétlőtte őket. De hát beszéljünk inkább a pozitívumokról. A MiG maga a fürge őserő. Képes például 2 kilométeres magasságig függőleges helyzetben gyorsulni. Iszonyatos erők dolgoznak ezen a repülőgépen. 16 tonna a maximális tolóereje. Hát ezt, ha hasonlítani kéne valamihez, talán mint... Mondjuk, hogyha ott áll egy elefánt a hátuljánál, akkor... Azt simán fölborítaná. A elefánt bukfencezne 3-at minimum. Vári őrnagy közben landolt, és gépét az újabb felszállás előtt kezelésbe veszik a segéderő. A sárkányhajtó mechanikus körbejárja a gépet, kezdi a gép orrészénél, meghatározott útvonalon, ellenőrzi a gép orrészét, futóműveket, szárnyat, hajtóműveket. Az ilyen ellenőrzés cirka 45 perc, de felszállás előtt még 2 újabb kontrollhely is van. Műszaki kolléga végignézi a gépet, nincs-e hidraulika folyás, valamilyen mechanikus sérülés, tehát külsőre körbenézni még utoljára, hogy a repülőgép alkalmas a műszaki szempontból arra, hogy felszálljon. A pilóta utoljára végez egy ellenőrzést a kabinban, minden rendszere, navigációs, egyéb rendszerek rendben vannak-e, és itt megkérje a felszállást, ellenőrzi a hajtóműveknek a fölgyorsulását, hajtómű paramétereket, és utána elengedi a féket, és... Közben a hősök terére erősítés érkezett. Érkezni fog egy MiG-29-es, leesett a hó. Tisztára kell tenni nekik a hősök terét, lebírjon szállni. Ön szerint le tud itt szállni egy MiG-29-es? Fogalmam sincs, elég lehetetlen, de hát, hogyha egyszer letakarítjuk, a hó miatt hó már nem lehet akadálya. Azért a nagy landolás még odébb van. A mágus még csak Kecskeméten most ismerkedik a géppel. Ez a nagy vas lenne itt a kormány előtt. Ez a nagy vas, igen, az a bot kormány.
itt vannak a kilépő gázhőmérséklet, fordulatszám. Szóval Ferenc, hogy van az, hogy ennyire nem ismered a gépet, és mégis a Hősök terére tudod vinni? Ez tipikus bűvészi sajátosság. A gépet nem ismerem, viszont a trükköt azt igen. Megoldom. A még jól viselte bűvészünk szinte gyermekies kíváncsiskodását. Galambos Ferencnek egyébként ezután indulnia kellett, hiszen ekkor már csak 2 óra volt hátra, hogy Váriőrnagy Budapest felé vegye az irányt. A mágus egyébként rekordidőt futott autójával Budapestig. A téren már várta a másik stábunk. Vári Gyula 3/4 tájban az utolsó ellenőrzéseket végzi a start előtt. Tulajdonképpen ráér. Ez a hang 2,5-szeresével képes, mint ez a repülőgép. Ez földközeli magasságban 1500 km/h. Hát azért ez elég gyors. Akkor innen Kecskemétről mondjuk 90 km a Hősök tere, mennyi idő alatt lehet odaérni? Számíts két, de attól függ, hogy mennyivel megyünk. Eleve hangsebesség fölött nem is mehetünk alacsony magasságon, de egy olyan 5-6 perc alatt kényelmes odaérni. Tehát ez nem egy távolság, 90 km. Ez biztos. Ami bizonytalan, az a leszállás. A Hősök terén a turisták és az autósok a környező utakon még mit sem sejtenek. Ez egy guminadrág. Tehát egy ilyen gumibélés van benne, és fölfújódik, nagyobb túlterhelés, hármas túlterhelés fölött fölfújódik, és kiszorítja az alsó vértagokból a vért, és nem engedi, hogy oda áramoljon. Tehát a nagyobb túlterheléseknél ugye tendencia az, hogy a vér az alsó vértagokba és a hasi rész alsó hasba áramlik, és így az agynak egyre kevesebb vérellátása van, és beszürkülhet a pilóta gyakorlatilag. Kecskemét délután 4 óra. Vári Gyula és a 03-as MIG elindult. Menjetek hátrébb egy kicsit. Menjetek, mindjárt itt lesz a gép. Még hátrébb, ez még kevés. Jó. Figyelem. És akkor most! Csak önökön múlik, hogy a történetnek lesz-e folytatása. Én már tudom a trükk megoldását, higgyék el, pofon egyszerű. Ha kíváncsiak a trükkre, szavazzanak igennel, ha a csodákban szeretnek hinni, akkor nemmel. A telefonszámokat azonnal megmutatjuk.